megtartották Tolnán a Pécsi Egyházmegye közoktatási intézményeinek közös tanévnyitóját a Nagy Boldogasszony templomban. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium idén ünnepli a fenntartóhoz való tartozás 6. évfordulóját. Novotnéban Erzsébet igazgató köszöntötte a megjelent vendégeket, a tantestület tagjait, a szülőket és a diákokat. A vendégek közül többen a Tolnai Gimnázium öreg diákjai, de a kötődés, a kapcsolat megmaradt. Legyen szó a kormányhivatal főigazgatójáról, vagy a megyei főügyészről, vagy a Tolnai Káritás csoport vezetőjéről, vagy a városi edzőjéről, vagy az imént Morgona játékával bennünket gyönyörködtető fiatalemberről, vagy jelenlegi diákjaink szüleinek jelentős részéről, no és persze a tantestületünk többik feléről. Tehát egy kisváros, családias, egymásra figyelő, egymás segítő közösségének idősebb és fiatalabb tagjai ülnek most a Tolnai templom vacsoráiban. És immár 6 éve gimnáziumunk a Pécsi Egyházmegye közoktatási intézményeinek közösségébe is tartozik, ami újabb értékekkel, kapcsolatokkal gazdagította ezt a viszonylag kis közösséget. Az iskola világában a bizalmon alakuló kapcsolatok építése, erősítése segíthet abban, hogy kedvet, erőt, hitet adjunk egymásnak az iskolai mindennapokhoz, a továbblépéshez. A harmadik rész. A ceruza mindig hagyja, hogy kiavírozzuk azt, amit elmondott. Megérti, hogy ha kiavítunk valamit, amit rosszul csinálunk, az nem szükségszerűen rossz, épp ellenkezőleg. Fontos, mert az igazság útján tart minket. Negyedik erény. A ceruzában nem a fája, a külső formája a lényeg, hanem a grafit, ami benne van. Ezért mindig törődj azzal, ami a belsőben történik. Egy tanár számára a megtalált hivatás gyakorlása nehéz, olykor küzdelmes feladat. De örömmel és a mégis érdemes érzésével tölt el bennünket, ha diákjaink megtalálják, megállják le őket a világban. Hogy mitől küzdelmes ez a hivatás? Attól, hogy nap mint nap meg kell felelnünk, elsősorban önmagunknak, aztán diákjainknak, a szülőknek, a szűkebb, tágabb közösség elvárásainak. Az igazgató hozzátette, hogy mindez nem sikerülhet erős hivatástudat, kellő alázat és a folytonos megújulásra való képesség nélkül. A szülők részéről jogos elvárás, hogy gyermek biztonságban, támogató közösségben legyen az iskolában, ahol következetesek, ugyanakkor megértőek velük szemben. Tehát ahol a nevelés legalább annyira fontos része az iskolai életnek, mint a tudás, a gondolkodás fejlesztése. Az intézmény vezető ünnepi beszédét követően Szent Mise vette kezdetét. Nagyon nagy örömmel és szeretettel köszöntök mindenkit, meghívott vendégeket és mindazokat, akik most valóban évnyitót tartanak. Tudom nagyon jól, hogy diákok és tanárok vágyva vágytak el és erről álmodtak már hónapok óta, hogy végre mikor kezdődik újra és mikor találkozunk, és egy kis zsivaj betölti az iskola folyosóját, hát eljött ez a nap, és ünnepelhetünk, és lendületesen, és örömmel kezdhetünk, hogy újra valahol gazdagodjon életünk, szívünk, szeretetünk, jóságunk. Munka lesz, senki ne állítson senkit, ízadság lesz, egyszerű tanár nálunk csak egyszerűen annyit mondott, jövő órán vérfürdő lesz. Tehát egy biztatásképpen azért erősíteni kell a hitünket, és azért kell imádkozni és kell gondolkodni együtt, hogy az Úr szeretetében legyünk. És ennek a titka az a mély, ami a lélek belül, és azért köszönöm nagyon, hogy így együtt imádkozva kezdünk. Ez minden tevékenységünk, munkánk,
azon múlik, hogy háttérben, ott belül mi van, ami ott láthatatlan, de a munkánkban láthatóvá fog válni. Felföldi László püspök prédikációjában kiemelte, a pedagógusok küldetése a tanítás, a nevelő munka. A rájuk bízott gyermekek életét és sorsát nagyban meghatározza, ahogy a tanáraik jelen vannak a mindennapjaikban.